A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Nagyon sokan gratuláltak a Csodaverda rovathoz, és egyre többen bíztatnak, hogy ezt ne hagyjuk abba. Azt meg tudom ígérni, hogy amíg a Sportverda van, addig Csodaverda is lesz. Ha eső nem lesz, buli lesz, ha lesz, nem lesz. Egy nagy örökzöld. És a gratulációkhoz mindig hozzátették, hogy szegény gyerekek, hogy sajnálom őket, tegyük tisztába ezt a dolgot. Tehát nagyon sokat megfordultam már, és nagyon sokat beszélhettem már olyan gyerekekkel, akik hátrányos körülmények között vannak valamiért, gyermekotthonban élnek. Ezt ne úgy képzeljük el, hogy ülnek egy sötét szobában, és napi 8 órát sírnak, egy kicsit esznek, lefekszenek, majd megint sírnak. Ugyanúgy élnek, mint bárki más, néha szomorúak, néha vidámak, hiszen ott vannak nekik a társaik, és ami legfontosabb, hogy ott vannak azok a felnőttek, akik vigyáznak rájuk, ezúton is köszönjük nekik azt, amit tesznek. Jöjjön a Csodaverda és a szalmakalapos férfi. A Csodaverda támogatója az Árkád Ősvezértere bevásárlóközpont. Többen is kérdezték, ki volt az a bogorva, szalmakalapos férfi, aki a múlt havi Csodaverda rovatban többször is megjelent. Jelenései minket is megleptek. Te sem ismered a szalmakalapos férfit? Nem. Érdekes. De mint egy szellem, általában köddé vált, éppen ezért nem tudtunk kiléte felől érdeklődni. Ha ma is megjelenne, bár erre szerintem nincs esély, akkor ígérem, szóra bírjuk. Na menjünk, mert már vár bennünket egy kisfiú. Arab kisfiú kérdezi az apját. Apa, mi az aludtabb? Nem tudom, kérdezd meg Alibától. Alibá, mi az aludtabb? No, megjöttünk, ő itt, Áron. Hozzád szágódott a Csodaverda, örülsz? Igen. Mert ha nem, az elég nagy baj lenne. Mit szólsz a kocsihoz, tetszik? Igen. Mi tetszik benne? Nagy? Azon kívül? Meg hogy... Igen? Ilyen nagyok a kerekek, meg még a terepen is ilyen jól megy, meg... Nagyjából elmondtad a lényegét ennek az autónak. Itt van még velünk Szakosz Miklós bácsi, a tampájától, aki csinál nekünk majd valamilyen játékot. És, hogy ne egész nap az én unalmas ábrázatomat kelljen nézned, itt van még a Sport TV ikonja, Kapi, azaz Kaplárek József. Miklós, mi lesz a feladat? Mondd el nékünk, mert hideg van. Nos, hogy ezzel a szép összkerekes autóval jöttetek, ezért átjöttünk a hegymeneti pályára, és itt egy kis szlalom feladatban méritek majd össze a tudásotokat. És ez mire megy majd? Időre természetesen, Tehát úgy kell kerülgetnetek a bójákat, hogy egyrészt épségben maradjon, másrészt gyorsak legyetek. Jó, akkor szerintem... Kész vagy erre, Áron? Jó. Kezdtek? Nem, kezdjétek ti, legalább addig én látom, hogy mit kell majd csinálni. Jó. Na mi a helyzet? Semmi. Úgy hallottam, hogy te nagyon jól ismered az autókat. Igen. Mi a kedvenc kocsid? Hát, a Ferrari meg a Suzuki. Éles váltás. Nem fogsz félni? Hoppá! Zium. Szerintem, hogyha a kocsik ilyen gyorsan mennek. Ha
Na, hát az időnk az nem lesz túl acélos, de ahogy láttam, jól szórakoztam. Add meg a jelet. Jó. Mehetünk. Na rajta. Hogy tetszik? Ez nagyon most itt nagyon-nagyon fölfele megyünk majd. Lesz egy olyan nehezített pálya, majd ott a bólyák között kell kanyarogni. Igen. Biztos voltam már ilyen vásárló központok. Hoppá! Hoppalá, hoppalá, hoppalá. Na, erre már itt nagyon kell vigyázni. Éda, nézd, ezt is te kapcsoltad. Fú! Ugye? Ugye érdekes? Na, kérlek szépen. Ezen túl vagyunk. Hoppala. Gyorsítani is kéne lehet. Na, mindjárt várjál, csak itt ez egy nagyon, nagyon veszélyes kanyar, mert látod, itt van a hó is. Ott fönt, ott gyorsítani. Fönt, ott. Na most itt nekiugrunk, jó? Puff, hoppá! Itt még magasabbra jön a víz, az anyját. Tetszik neked, látom, látod? Látod, hogy hogy csúszik, láttad? Itt fölfele nagyon gyors. Nagyon gyorsan, tessék. Ha? Lát. Na Miklós, mi lett a lóta vége? Igazság szerint mondjál. Ügyesek voltatok mindketten, de most kapi nyert, mert te össze-vissza pörögtél az autóval, így pedig az idődet nem nagyon lehetett értékelni. Hallod? Hallom, persze, hogy hallom, itt van mellettem nagyjából egy méterre, viszont Áron lehet, hogy ezt jobban élvezte. Hát Áron, az a helyzet, hogy nagyon sportos voltál, nézzél ide rám. Tudod, a sporttévé szereti a sportos fiúkat, ezt kapod most tőlünk ajándékként. És te is nézed a sporttévét is, és aztán minél előbb legyen meg neked is a jogsit, hogy vezethess ilyen szép autókat, jó? Tessék, parancsolj! Gratulálok! Én pedig adok neked egy sportautó magazint. És ha szomjas lennél, ne adj Isten, egy Oxo Life televitaminnal. És, hogy folytassuk a mondatot, itt van még velünk Gál Árpád, aki... Én pedig hoztam neked az autóbontok és motorkázat kereskedők egyesülete részéről egy vásárlási utalványt, amit bármilyen finom édességre be tudsz majd váltani. Tehát szerencséd van, mert az autóbontó szövetségétől nem egy leharcolt motorháztetőt kaptál. Nem bizony. Ennyi volt mára Áron Csodaverda napja. A Csodaverda ma is betöltötte a hivatását, hiszen egy kisfiúnak szereztünk egy élményteli napot, és most nézzük, hogy egészen pontosan mi is a mai Csodaverdánk. Ez a Jeepek Jeepje. A Wrangler egy nagy autó. És mint ahogy nagykő alatt nagy gyík van, úgy nagy autóhoz nagy motor dugál, 2800 köbcentis 6 hengeres dízel, 200 lóerővel. 10 liter alatt fogyaszt, és hogyha sietni kell valahová, akkor sem kezd el szerencsétlenkedni. 10,6 másodperc alatt van 100-on, és 170 fölött van a végsebessége. Ott van a mogorva szalmakalapos férfi. Most elkapom és szóra bírom. Szalmakalapos férfi, álljon meg! Nem futhat egész életében! Nem futhat el az igazság elől! Az emberek kíváncsiak önre! Ha elfut, akkor a hiteles tájékoztatáshoz való jogunkat tiporja a sárba! Álljon meg! Adjon egy interjút! Kicsoda ön valójában, az emberek kíváncsiak! A Csodaverdát támogatta az Árkád Budapest. Riporterként megszűntem létezni. A szalmakalapos férfi egy fantom. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Mit csinálsz? De finom illata van, feltéptem. Mert annyira kíváncsi voltam, hogy a lilának kirágtad? Vajon milyen illata lehet. Kicsit. Jézusom. De nem, utána aztán már meg... tépdestem egy kicsit. Az energiaitalt azt ne rágd ki. Nem. Fogat fogja bánni, nem is egy. Nem, már ezt is meg kell egyszer kóstolnom. Tedd azt, tessék. De most nem, mert aludni szeretnék majd este. Ha ezt megiszod, hogy soha többet ez, nem alszol. Ez feltupíroz nagyon, nem? Ilyen hajad lesz. Jimi Hendrixnek. De te miért fehéret kaptál oda? Hát csak úgy. Ne tetőzzük, ennyi volt már a Sportverda. Köszönjük, hogy velünk tartottak és kibírtak bennünket. Jövünk egy hónap múlva, addig is figyeljék az ismétléseket, mert lesz jó néhány a Sport 1, a Sport 2 és a Sportem
csatornákon. Köszönjük, hogy itt lehettünk ismét. De ne nekem. De neked köszönöm, mert te hívtál meg. A nézőknek meg köszönjük, hogy velünk voltak ismét. A viszontlátásra. A műsor támogatója a Lumár Autó üvegfóliák és a Grafiprep autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az új SsangYong, Corando és Rexton terepjárók hazai forgalmazója. A műsor támogatója az OXXO energiaital. OXXO, éld túl a napot!